Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van velünk a stúdióban Tóth Imre, a Kecskeméti Református Gimnázium jelenlegi igazgató helyettese. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy igazgatóváltás történik a gimnáziumban, és mint már itt a zene előtt és a beszélgetés előtt tisztáztuk is, de akkor így a hallgatókat is beavatjuk, hogy augusztus 1-től a gimnázium igazgatója lesz. Igen, valóban így van. Mennyivel jelent majd ez több feladatot a napi életben egyébként? Hogy több feladat jelente, ezt még nem tudom. Azt tudom, hogy feladatokban más feladatok fognak megjelenni. Vannak olyan területek, amiket eddig nem kellett csinálnom, és olyan területek is vannak, amikről majd szépen le kell adnom, és mások fogják átvenni azokat a területeket, amiket eddig én végeztem. Az előző igazgatóról, aki jelenleg még akkor július 31-ig, ugye, Szenes Mártoné Duruc Anna, 14 évig vezette a gimnáziumot. Nyugdíjba vonulása miatt adja át ezt a tisztet, mondhatni? Igen, igazából most már nyugdíjasként csinált az elmúlt években, de most már igazából nagymama szerepet szeretné átvenni, és ebben szeretne segíteni a családjának, és úgy érezte, hogy itt az idő, hogy átadja a stafétát, és más vigye tovább azt az intézményt, amelyet oly szeretettel gondosan vezetett ez az elmúlt évtizedben. Egyértelmű, hogy ilyenkor az igazgató helyettes lesz az igazgató, vagy egyáltalán meg kell ezt is pályázni, és ön is pályázott, ez hogy történik? Ez nem egyértelmű. Az egyházi intézményekben a fenntartónak lehetősége van dönteni, hogy meghívással vagy pályáztatással töltené be ezt a pozíciót. Itt a fenntartó úgy döntött, hogy meghívással szeretné betölteni az igazgatói állást, és így kerestek meg engem, hogy vállalnám ezt a tisztséget, és így indult el ez a folyamat. Mennyi gondolkodási időt kapott, vagy egyáltalán gondolkodott-e rajta? Sokat beszélgettünk mind a családommal, mind a fenntartóval, mind a jelenlegi igazgatónővel ennek a lehetőségeiről, és úgy gondoltuk, és úgy látom, hogy egy olyan tantestület van a Kecskeméti Református Gimnáziumban, akikkel együtt öröm dolgozni, és értük jó ezt az intézményt úgy továbbvinni, hogy valóban továbbra is a város egy kiemelkedő oktatási intézménye legyen. Mióta igazgató helyettes a gimnáziumban? 19 évet voltam igazgató helyettes, tehát 19 évig élvezhettem azokat a logisztikai, adminisztrációs feladatokat, amelyek az én területeim voltak. Itt tényleg a tanulókkal kapcsolatos ügyintézések, a tanulók jövése, menése, érettségi szervezési feladatok, elsősorban ezek voltak az én területeim. Ezekben láttam nap, mint nap, hogy hol a feladatom, most más területek következnek. Akkor az is kiderült most már, hogy a korábbi igazgatónővel igazából 14 évig együtt dolgoztak. Legalábbis igazgatóként 14 évig volt ugye Szenes Mártoné Duruc Anna, de hát lehet, hogy előtt is ő már ott volt. Előtte egyszer lettünk helyettesek, tehát egyszer lettünk helyettesek, és együtt dolgoztunk már helyettesként is 5 évet, és utána Szenes Mártoné igazgatói pozícióba került, én maradtam helyettes, tehát valóban az elmúlt évtizedeket együtt dolgozhattuk közösen ugyanazért a célért. Egyébként segíteni fogja a munkáját? Miben maradtak? Az a jó, hogy őt bármikor kereshetem, tehát hogyha bármit nem találunk, valamiben elakadunk, nagyon szívesen, készségesen áll a rendelkezésünkre. Augusztus 1-től Tóth Imre lesz a Kecskeméti Református Gimnázium igazgatója. Jelenleg még ugye pár napig akkor igazgató helyettesként tudom bemutatni, ő a vendégünk. Milyen tervei vannak egyébként? Vannak-e tervek, akár inkább így is kérdezhetem, így az igazgatói posztot átveszi augusztus 1-től. Milyen tervekkel vág neki? Igazából nincsenek változtatási tervek. A cél, hogy a gimnáziumot azon a szinten legalább megőrizni, ahol a városban eddig is kivívta a helyét. Szeretném, hogyha ez a tantestület, akik tényleg egy igazi közösség, rendkívüli kohézióval rendelkező közösség, együtt maradna tovább végezni azt a szolgálatot, amit nap mint nap tesznek, és így együtt tudnánk dolgozni ezért a gimnáziumért. Nincsenek komolyabb változtatási szándékok, idővel majd, ahogy adja a rendszer, a folyamatos változások, mi is látjuk majd, hogy miben kell változni. Ami biztos, hogy a legújabb jogszabályok alapján a teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely minden iskolának most egy fontos problémája, ez az első, amit majd közösen át kell gondolnunk, át kell látnunk, és kivitelezését meg kell valósítanunk. Azt nem kérdeztem még talán, és az jutott még eszembe, hogy ez az igazgatói poszt több évre szól, ha meghatározott időre szól, vagy mit tudhatunk erről, meddig lesz most? Jelenleg úgy zajlik, hogy az egyházoktatási intézményekben van arra lehetőség, hogy az igazgatói megbízás egy évre szól, és utána történik majd meg az 5 éves kinevezés, amennyiben mind a két fél úgy látja, hogy szeretné tovább csinálni, akkor egy év múlva történik újra egy véleménynyilvánító szavazás, a fenntartó megerősítés, és akkor egy év múlva kerülhet sor az 5 éves kinevezésre.
Mit tudhatunk most a gimnázium életéről? Hány diák tanul majd például akár a következő tanévben? Hát a következő tanévben úgy látjuk, hogy megint elértük az alapító okiratban lévő maximális létszámot, az 704 tanuló az, aki tanulhat a gimnáziumban. Ez 21 osztályban 704 tanuló, ennél többet nem tudunk fölvenni, pedig vannak, akik szeretnének az intézménybe jönni, ez jó hír, mert azt jelenti, hogy van igény a gimnáziumunkra. Itt is, ha jól tudom, a gimnáziumban nem egyből általános iskola után, 8. után, hanem már korábban 6 osztályos gimnáziumról beszélünk? 6 és 4 évfolyamos gimnáziumról beszélünk, tehát mind a kettő szerepel, tehát már 7. osztályban is jöhetnek hozzánk tanulók, de jöhetnek olyanok, akiknek később alakul ki ez a szándék, a 9. évfolyamtól is csatlakozhatnak hozzánk. Egyébként mi a tapasztalat a kettő között, hogy erre van egy statisztika, hogy ki az, aki hamarabb kezdi már a gimnáziumot? Vagy... A jobb képességű tanulók, akik tényleg tanulni szeretnének, azoknak megéri váltani 6., mert egységes rendszerben láthatják a tananyagot, és gyakorlatilag nagyobb az esély, hogy ugyanaz a tanár taníthatja hosszú éveken keresztül. Érettségi eredményeken általában ez látszódik is. A 4 évfolyamos gimnázium az elsősorban a vidéki református gyülekezetek fiataljainak a beiskolázási területe, tehát nagyon sok vidéki tanulónk az elsősorban 9. érkezik. A 7-eseket még igazából a szülők nem szívesen engedik el, de 9. nagyon erős vidék ki bázisunk van mindig. Természetesen a városiskoláiból is, akik még 7. nem látták, úgy 9. itt lehetnek közöttünk. A következő tanévben is lesznek ballagó diákok, végzős diákok. Hány végzős osztály lesz? 4 végzős osztályunk lesz most a következő tanévben, tehát ők azok, akik már most ősszel előrehozott érettségükre, majd évvégen a készintő érettségrendszerben a kihívásokra, megpróbáltatásokra készülnek. A Kecskeméti Református Gimnáziumban augusztus 1-től Tóth Imre lesz az igazgató, aki jelenleg még addig igazgató helyettes. Vele beszélgetünk itt a Rádió 1 Gong stúdiójában. Hát lassan mindjárt itt van az újabb tanév, és ez hanyadik tanév lesz a Református Gimnázium életében? Lehet ezt tudni? Vagy én olvastam olyat, hogy az iskola... Az újraindulás óta a 35. Tehát ez lesz a 35. tanév az újraindulás óta. Ilyenkor már előkészületek zajlanak, ugye manapság halljuk a hírekben, hogy majd érkeznek a tankönyvek, azok ugye augusztusban, de ilyenkor mi történik a gimnázium házatáján? Tanév előkészítése az már igazából általában májusban elkezdődik, tehát akkor elkezdődik a tantárgyfelosztás, a következő évi óráló kialakítása, a következő tanévi csoportok megszervezése. Gyakorlatilag most ezeknek a finomítása, illetve az órarendi előkészületek zajlanak, amik már gyakorlatilag meghatározzák a következő tanévet. Ilyenkor szokásos tisztasági festés vagy valami felújítás zajlik a gimnáziumban, vagy van-e most valami? Természetesen évvégén minden évben leadjuk a nagyobb karbantartási igényeket, amelyeket nyáron lehet kivitelezni, és amely termeknek szükséges, elkezdenek a tisztasági festések, javítások, amennyiben lehetőség van rá, eszközbeszerzések, felújítások, természetesen most is zajlanak a gimnáziumban. Mikor indul a tanév? Szeptember 1-én önöknél is, vagy már előtte van egy évnyitó? Szeptember 1-e ebbe az évben vasárnapra esik, de valóban nálunk szeptember 1-én 5 órakor lesz az évnyitó, és szeptember 2-án már tanítással szeretnénk kezdeni a napot. És ahogy az lenni szokott, tanévzáró istentisztelettel ért véget az előző tanév, az új tanév is mindig egy istentisztelettel ér. Igen, minden tanévünk tanévnyitó istentisztelet és tanévzáró istentisztelettel keretében, tehát ez egy keretet ad a gimnáziumnak. Gyakorlatilag, mint a gyülekezet része ez az iskola, a gyülekezet a fenntartója ennek az iskolának, így a gyülekezet közösségében nyitjuk és zárjuk a tanévet. A következő tanév tartogat valami újdonságot, meglepetést, vagy akár a szünetek ismét egy kicsit hosszabbak is lesznek, mint hogy az előző tanévben ezt tapasztalhattuk? A rendelettervezet értelmében valóban úgy tűnik, hogy ezt a tanévrendszert választották idénre is, tehát valóban a téli, a tavaszi és az őszi szünet is körülbelül ugyanúgy fog kinézni, mint ebben a tanévben, tehát június 20-a után fogjuk befejezni a tanítást. Programok tekintetében, vagy inkább belsős programok vannak, vagy néha külsős programokat is rendeznek a gimnázium szervezésében? Nem igazán fog változni. Tehát mindazok a programok, amiket a gimnázium sajátosságából és egyediségét adták, mindazokat a programokat ebben az évben is próbáljuk megtartani, tehát nem kívánunk ezeken változtatni. A külső programok, amik leginkább kapcsolódnak ezek a mérésektől kezdve az elvárások, amik külső szempontból jönnek, ezeket pedig meg kell tartani, ezeket le kell bonyolítani. Ez minden iskolának az életét nehezíti, hiszen nem könnyű például a méréseket kivitelezni, végigcsinálni, meg lebonyolítani.
Én akkor gratulálok a kinevezéshez, a munkájához további sok sikert kívánunk, és hát akkor egy újabb tanév kezdetét veszi majd akkor szeptember 2-ától hétfőtől. Még messze van, de hát hip-hop eltelik, azért kellemes nyarat kívánok önnek is. Köszönöm szépen!